Sok... Akár hisszük, akár nem, Beleznai Endre vagyok. Endre, és... Endre, ne, nem te vagy, te majd a jövő héten. Jövő héten leszel, meg a múlt héten. Most én... Na szóval sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, én Janklovics Péter vagyok, ez pedig a Körúti Színház, én nem játszom, vagy akarom mondani az Így nem játszunk mi, harmadik epizódja. Én pedig Lehel Kata vagyok. Nézzük a rövid tartalom jegyzéket. Koltai Róbert folytatja az edzés Liza Cicával. Ezután Esztergályos Cecília, Kautsky Armand, Gyebnár Csekka és Mérai Kata a hét kérdésére válaszol. Bejelentkezik a Körúti Kommandó, ma is lesz könyv és filmajánló. A Fogyókellék című rovatunkban Oroszi Tamás és Placskó Emese igazi fogyókelléket készít. Ezután én szavalok önöknek Lipták Péterrel, és Szekér Gergő mesél egy nem népmesét. Így játszunk című rovatunkban én és a kisöcsém. Szabó Kristóf ma egy új játékos tesz próbára. Az adás végén pedig folytatódik a Spanyolul tudni kell című tévéjátékunk a harmadik résszel. Ez már nem kevesebb, mint a harmadik adásunk, illetve hát ugye nekem csak a második, bár hogyha Endrén múlott volna, akkor nekem a második sem lenne. No, a legfontosabb, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, egyrészt mert az nekünk jó, másrészt pedig azért, mert olyan fantasztikus pólókat lehet nyerni, amit például rajtam most nem lehet látni, mert nem érkezett meg a postával, én pedig itthon vagyok karanténban, és nem vagyok hajlandó elmenni érte bárhova, de mutatunk róla egy inzertet, joggal kérdezhetnék, hogy mi az az inzert, nos ez. Látják, ilyen gyönyörűséges pólókat lehet nyerni, úgyhogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és nézzenek bennünket. Műsorunk magas nézettsége némi bevételt hozhat a színház számára, amiből tudnánk fedezni kollégáink alapbérét. De ehhez fel kell iratkozniuk YouTube csatornánkra. Ezt a következőképpen tehetik meg. Keressen rá a Körúti Színház csatornájára a YouTube böngészője segítségével, majd kattintson a feliratkozás gombra. Köszönjük, hogy hozzájárul színházunk további működéséhez. Körúti Színház. Szórakozik velünk! Köszönjük, hogy ilyen sokan néznek minket, és köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést. Ha bármilyen ötletük vagy kérésük lenne, írjanak bátran. Nos, a kialakult helyzetnek köszönhetően sajnos az egész világon leálltak a sportesemények, még Tadzsikisztánban sem tartanak még edzéseket sem. Egyedül azt hiszem talán Fehér Oroszországban, meg talán Nikaraguában tartanak sporteseményeket, bár ez szerintem senkit nem érdekel a fehér oroszokon, illetve a nikaraguaiakon kívül. Hazánkban is csak egy valaki van talpon, nem más, mint Koltai Róbert, aki azóta is kitartóan edzi Liza Cicáját, bár ettől szerintem csak Robi kerül edzett állapotba, ő is inkább mentálisan. Szervány rendesen, ne, ne lustákod. Gyere, gyere, gyere. Múlt héten indult a Hét kérdése című rovatunk, és mivel egyik kollégánk sem tudott egy-két mondatban válaszolni, lévén színészek, ezért néhányan átcsúsztak a mai adásba. Érdekes, a fürdőszobában sokkal szebbnek láttam magam, de lehet, hogy ott sötét volt. Mindegy, nem ez a történet. Ez nagyon régen volt szintén, a Tárgyal Színházban játszottuk az énekek énekét, és jött egy új súgó, én meguntam drága élete, egy fiatal
fiatal ember jött, ilyen nagyon magas volt, és mondtam, hogy drága édesem, egyet tanuljon meg, hogy nekem súgni soha az életbe, érti? Hogyha nem tudom véletlenségből a szöveget, akkor kimegyek, elolvasom a maga ölében a könyvből, és visszamegyek a színpadra, jó? Tehát ne súgjon, jó? Úgy kezdődik, én Potifárnét játszottam, hogy József, József, te vagy tehát Ozarszif, akinek mozgását a teremben hallom. Na, így és tovább. Én mondom, József. És kintről súgott, József! Hát mondom, hát nem, megőrülök, hát hogy létezik ilyen? Hát megmondtam neki, hogy ne súgjon, és egymás után nem lehet úgy mondani, József, József. Na, hát én elmondtam, hogy, és akkor ő besúgta a Józsefet, én azt nem mondtam még egyszer, hanem elmondtam a szövegemet, kimentem, megkergettem, azóta is szaladt szegény. Csók mindenkinek. Azt szokták mondani, csak az nem követel hibát, aki nem dolgozik. Hát a színész dolgozik, én is az elmúlt évtizedekben, és hát bizony nincs olyan előadás, hogy valami hiba ne történne. A legkisebbektől a legnagyobbikig. A legkisebbre gondolok, amikor csak egy ékezetet elront az ember. Mondjuk ugye nem mindegy, hogy azt mondja az ember, hogy sértés vagy sertés. Ez egy vígjátékban nagyon mókás is tud lenni. Aztán van olyan, hogy egy mondatot másképp mond az ember, vagy ugrik egyet, például egy másik jelenetben valami hasonló végszót kap, és egy teljesen más jelenetbe találja az ember hirtelen magát, és hát ilyenkor a partnerektől függ, hogy mennyire tudunk visszatalálni az eredeti jelenetbe. Vagy rossz kellék kerül be, vagy rossz jelenetbe megyek be, vagy rossz ruhát veszek fel. Ez mind előfordult, és mindnek nagyon érdekes megoldásai vannak. Ott egy pillanat alatt az ember mit tud kihozni ebből a helyzetből. Persze az sem mindegy, hogy ez egy vígjáték, vagy egy dráma. A vígjátékban az ember megpróbál még nagyobb poént csinálni a dologból. Ez általában jól sül el. Sokszor olyan jól sül el, hogy megtartjuk. Adott esetben beépül az előadásba, és ezt a kis hibát, vagy nagyobb hibát, ezt lehet a következő előadásokon reprodukálni, ha a közönség szereti, meg mi is szeretjük. Aztán hát vannak nagyobb hibák, amikor már mondjuk az öltözőben hallom, hogy a végszó elhangzott, már bent kéne legyek, és vagy technikailag nem szólt a hívó, vagy én nem hallottam, vagy elbeszélgettem az időt. Hát ezek már nagyobb hibák. Ilyenkor az a néhány méter, amit az ember rohanva megtesz a színpadig, azzal telik, hogy vajon hogy hozom rendbe, hogy vajon mit mondok, hogy vajon hogyan magyarázom meg, hogy ennek a luknak, ennek a szünetnek, ami most itt éppen történt, mi volt az oka. Hát és a partnereken nagyon sok minden függ, hogy mennyire kreatívak, mennyire barátiak, hogy az embert kisegítik ebben a helyzetben. Úgyhogy vannak kisebb és nagyobb bakik, meg hibák, amit az ember elkövet. Szinte nincs előadás, hogy valami ne történjen. De hát ez így van rendjén. A legnagyobb hiba, ami az életemben kétszer fordult elő, a legkellemetlenebb dolog, amikor egy egész előadás maradt el miattam. Hát ez bizony a színész számára a legrosszabb dolog. Egyszer egy betegségből kifolyólag, amikor tényleg egy szálhangom sem volt, ahogy szokták mondani, és egy teljes telt házat kellett hazaküldeni. Egyszer pedig, ezt már többször elmeséltem, amikor nem volt beírva a naptáramba az a bizonyos előadás, és haza kellett küldeni a közönséget, mert én otthon ültem éppen, és nem is volt bekapcsolva a telefonom. Borzalmas élmény, soha senkivel ne forduljon elő, velem se, soha többet. Úgyhogy vannak kisebb, nagyobb hibák, ez a legnagyobb, ez a legborzasztóbb. De hát, még egyszer mondom, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy műhely munkatársulat. Ez a kis társulat viszonylag ismeretlen emberekből állt, tehát akkor mi még nagyon a pályánk elején tartottunk, iszonyatosan izgultunk, hogy lesz-e egyáltalán közönségünk. Nagyon-nagyon szerettük viszont azokat a darabokat, amiket színpadra akartunk vinni, hittünk benne. A lényeg az, hogy az első darabot bemutattuk, ez egy speciális témájú darab volt, az Édes Négyes, erre még jöttek a nézők, de a második az még speciálisabb volt, Pintér Gábor tollából az originál ungaris, avagy Szabad a csók címmel futott ez a darab, ez egy drogprevenciós darab volt. Végül is volt közönség. Mi nagyon örültünk, el is kezdtük az előadást, iszonyatosan izgultunk, vajon milyen lesz a visszajelzés. Örületes vígjátékot írt a Gábor, mi ezt próbáltuk, és a próbákon azt gondoltuk, hogy minden nagyon vicces, amit mi kitaláltunk.
Elindult az előadás, és síri csönd volt. És nem ültek a poénok. Ilyenkor a színész összeomlik. Meleged van, hideg zuhanyként ér, aztán kivere a forróság, szóval egyszerűen leblokkolsz, és az életed is átgondolod. Ez mindez a másodpercek töredéke alatt meg is történik veled, és ott állsz leforrázva, és próbálsz mindent menteni, ami csak menthető. Majd azt láttam, hogy az egyik kollégám már lement egy jelenet, változás volt, és valószínűleg akkor kapta kézbe a technikusok, vagy akkor látott meg valaki valamit. A következő jelenetben már azt láttam, hogy az egyik kollégám rászkódik, el van torszulva az arca, ő volt a Pintér Gábor, igen, és nem tudtam eldönteni, hogy sír vagy nevet, a másik oldalon a Maróti Attila, aki állt és döbbenten állt és nem mozdult, csak nézett maga elé. Majd én is kinéztem, és akkor láttam, hogy a nézőtér üres volt. Mi elkezdtük úgy ezt az előadást, hogy a nézőket elfelejtették beültetni, a nézőtéri felügyelővel nem egyeztettünk, viszont annál lelkesebben elkezdtük. Hát annyi időnk volt, hogy összeszedjük magunkat, amíg gyorsan beültek a nézők, akik viszont döbbenve toporogtak kint a büfében, és hallották, hogy hanguk szűrődnek ki. Ők szóltak végül is a technikusnak, hogy megy bent a zene, próba van, vagy már megy az előadás, mert mi itt vagyunk kint. És ekkor derült ki, hogy a közönséget kint felejtették. Na azóta van nekünk a műhelyünkatársulattal egy hívózenénk. Ez tulajdonképpen a 90-es évek elején történt, amikor bemutatta a Madách Színház a József és a csodálatos színes szélásvásznú álomkabátot, akkor én stúdiós voltam a Madách Színházban, és az akkor alakult tánckar és a stúdióba válogatott fiatal lányok, valamennyien benne voltak ebben a fantasztikus produkcióban. Volt egy jelenet, a legvége, aki látta az előadást, azt talán tudja, egy csodálatos jelenet, amikor minden happy, minden fantasztikus, az összes statiszta, táncos és mindenki kínál a takarásban, viszik magukkal a lángot, mindenkinek egy kezében egy gyertya, egy égő gyertya, égő igazi gyertya, és azzal mentünk be a színpadra, ezt akkor még lehetett, ma nem tudom, hogy lehetne-e ilyet. Ezt úgy képzeljétek el, hogy szerintem, ha nem voltunk 50-en a színpadon, tehát körülbelül ennyi szál gyertya égett mindenkinek a kezében. Ezt természetesen ugye a takarásban gyújtották meg. Én akkor is rengeteget beszéltem, talán még egy kicsit többet, mint ma, és a fodrászok azt találták ki, hogy fantasztikusan jól égő petpalack parókákat és pepiket kaptunk, ilyen pótrészeket, és ebben álltunk ugye a takarásban. Hát ugye én is álltam kezemben a gyertyával, és addig ment a gyet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 , amíg kigyújtottam véletlenül, nagy lendületemben és magyarázás közben, amellettem álló kolléganő fantasztikus petpalack pepijét, aminek a vége az lett természetesen, hogy aki csak a közelben volt, mindenki a fejét csapkodta, majd Csénai Endre, az akkori Madách Színháznak a fő ügyelője, az így egy lendülettel oda ugrott, kitépte ennek a lánynak a hajából az amúgy lángokban álló pepit, és megtaposta a földön. Úgyhogy ez akkor nagyon rémisztő volt, azóta akárhányszor Madách Színházas táncos összejövetelekre megyek, ez a sztori mindig fölkerül a lapra. Úgyhogy... Elképesztőek tényleg ezek a színészek, hogy nem lehet tőlük kérdezni semmit, mert mindenről eszükbe jut valami vicces kis történet, ez valami elképesztő. Erről jut eszembe egyébként, hogy amikor vidéken játsztam az egyik színházban, akkor volt ott egy rendkívül nagy szaktudású, de nagyon link korepetítor, zongorista, akinek be kellett volna tanítson nekem egy kuplét, és hát elmentem a szobájába, odaadtam neki a kottát, és mondtam, hogy ezt kéne betanítania. Ő egy ilyen másfél perc alatt dupla tempóba lezongorázta, és mondta, hogy jó lesz ez, nézegessem a kottát. De hát mondtam neki, hogy figyelj, nézegethetem a kottát, csak nem nagyon tudok kottát olvasni, meg hát ezt be kéne tanulnom. És mondta, hogy igen, csak az a helyzet, hogy neki nagy kanizsán lesz haknia, nem sokára indulnia kell. Mondom, jó, de hát legalább akkor. És mondta, hogy Petyus, nézegesd a kottát. De mondom, nem érted, hogy hiába nézegetem a kottát? Utána lejátszotta még sokkal gyorsabban, majd elviharzott, és én az öltözőben nagyon elkeseredetten nézegettem a kottát, ahogy javasolta, ugyanúgy nem láttam benne semmit, mint előtte sem. Búsan, szomorúan lementem a büfébe, és ott láttam a korrepetitort, aki egy ilyen 4 literes korsóból sörözött éppen. És így kérdezem tőle, hogy Sanyi, nem az volt, hogy te mész nagy kanizsára haknizni? És mélységes sértettséggel rám nézett, és annyit mondott, hogy
Megiszom és megyek, nem? A Körúti Kommandó ma két szösszenettel jelentkezik. A téma nagyon aktuális, a készfogás. Ajánló rovatunk következik. Én nagyon szeretem az életrajzi könyveket, úgyhogy én most Bill Murray és a Tao című könyvet olvasom. Hát mi a gyerekekkel legfőképp mostanában mancsőrjárat epizódokat nézünk, illetve néha becsúszik egy-egy tűzoltó szem is, illetve Szárnyalók című sorozat, ne kérdezzétek, hogy miről szól. De lássuk, mit ajánl Kara Ivanov Lilla. Illetve, hogy milyen filmet ajánl nekünk Pálfi György. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Márkusz Cuzek leghíresebb könyvét, a Könyvtolvajt szeretném bemutatni ma. Zita is segíteni fog ebben, aki az Üvegcipőben már remek partnerem volt, illetve a Butaságom történetében a lányomat játsza. És rögtön a könyv első mondatával kezdeném. Egy apró kis tény. Meg fogtok halni. De a kemény kezdés ellenére higgyék el nekem, hogy ez egy rendkívül szívet melengető történet. Bár ha azt mondom, hogy ez egy szívet melengető történet, akkor mindenki rögtön közhelynek gondolja, mert egy könyv a háborúról, szeretetről, felnőtté válásról, de a Könyvtolvaj ennél sokkal, de sokkal több. Először is már az első három mondata magába szívja a történet, ugyanis megismerünk egy rendkívül különös és rejtélyes elbeszélőt. Ez az elbeszélő, ez okos, és kedves, és vicces, viszont rendkívül szomorú. És a történet különlegessége, hogy a 285. oldalig nem jövünk rá, hogy ki is ő valójában. Ma kék az ég, Max, és van rajta egy hosszú felhő. Úgy nyúlik el, mint egy kötél. A végénél van a nap, az meg olyan, mint egy sárga lyuk. Ez a valaki, higgyék el, jobb, ha nem mondom el a nevét, mert nagyon jó dolog ráébredni, hogy ki is ő valójában. Végig nagyon intimen vezet végig minket a történet alakulásán. Végig ott van mindenhol, és mindenről nagyon életszerűen tudósít. Az író bravúrja, hogy meg tudjuk szeretni a rejtélyes idegent, és egy idő után nem is vagyunk annyira kíváncsiak, hogy kicsoda ő. Elfogadjuk, hogy mindenhol jelen van. Itt voltam a könyvtárában, és tönkretettem az egyik könyvét. Annyira dühös voltam, és féltem is, és meg akartam ölni a szavakat. Loptam magától, most meg elpusztítottam valamit, ami a magáé. Sajnálom. Ez egy olyan könyv, amin tényleg a legvégéig izgulhat az ember, és az író zsenialitása leginkább az utolsó megjegyzésében nyer igazán értelmet. Frau Holzapfel, mennünk kell! Frau Holzapfel, meghalunk, ha itt maradunk! Még van egy fia, aki él! Mindenki magára vár! A bombát le fogják vinni a fejét! Ha most nem jön, elvesztette az egyetlen barátját, és soha többet nem fogok felolvasni magának! Egyébként a könyvből film is készült Geoffrey Rush főszereplésével, és bár én nagyon szeretem őt, de a film egyáltalán nem adja vissza a könyvnek a stílusát, illetve hát ez csak a rendező egyéni elképzelését tartalmazza, és mindenkinek meg lehet a saját elképzelése, úgyhogy csak olvasni, olvasni, olvasni. És egy könnyedebb film, igazi karantén szórakozás,
mindig is működött, amióta elkészítették, és mindig is működni fog. A romantikus vígjátékok egyik koronázatlan császár nőjéről van szó. Ebben az esetben hadd mutassam be önöknek a jól ismert képekről is látható Pretty Woman. Hogy kerül ez ide? Úgy, hogy ez a film jó. Milyen az, amikor egy jó forgatókönyv, egy ügyes rendezővel és nagyon-nagyon jó színészekkel, mégpedig 4-5 igazán jó színésszel találkozik, akkor egyszer csak kifor magából egy olyan film, ami meghatározta az egész 90-es éveket, és szerintem a 90-es évek utáni nő és férfi kapcsolatokat, hogyan lehet ideális női férfi kapcsolatokat felállítani, ezt a Pretty Woman-nek köszönhetjük, ami 1990-ben készült el, Julia Roberts és Richard Gere főszereplésével, tulajdonképpen habkönnyű, még azt is mondom, hogy nagyon szépen hazudik, de Gary Marshall rendező nagyon vigyázott arra, hogy végig ez a két karakter hiteles és emberközeli maradjon, és a film elején és a végén is elhangozzék a figyelmeztetés egy utcai járókelő szájából, hogy ez mese, ez Hollywood, ezt ne tessék komolyan gondolni, hanem végignézni, kicsit elmorzsolni egy könycseppet, sokat nevetni, gondolkodni azon, hogy én mit tennék az ő helyükben, de jó lenne szupergazdagnak lenni, de jó lenne ilyen csinosnak lenni, de jó lenne ilyen gazdagon szinglinek lenni, és ilyen nőket felszedni, és aztán élet hosszig tartó szerelembe esni, de figyelem, ez csak Hollywood, csöngetnek nekünk egy kicsit, véget ér a mozi, és egy kicsit könnyebb lett a karantén élet. Pretty Woman, csak ajánlani tudom. Rendeltem neked is vacsorát. Köszönöm, kedves vagy. Hoppá, bocsánat. Gyakran előfordul. Hatalmas örömmel köszöntök mindenkit a Fogyók Eli című rovatban, amiben ma Placskó Emesével fogunk főzni, mivel Fogyók Ellék a rovat címe, így tényleg egy Fogyók Elléket fogunk megcsinálni, méghozzá a Medilláma Parkbanból a spagetti bolognézét, és még két másik fogást is. Lássunk is neki. Ez lehet, hogy leveszem. A hozzávalók. Egy fej vöröshagyma, 50 g zeller, szár és 50 g sárgarépa. Mind a hármat apróra vágjuk, és 7-800 g sertéshús. Kell még hozzá 40 g tej, 250 g paradicsomszósz, 250 g fehérbor és 3 liter víz, és egy plusz bor nekem. A hagymát beletesszük a lábasba egy kis olívaolajjal, a zellerrel és a répával együtt. És jól megpirítjuk. Ha ezzel megvagyunk, beletesszük a húst. A húst addig kell pirítani, amíg minden része szép fehér nem lesz. Na, úgy látszik, hogy eljött az idő, hogy beletöltsük a bort, nem az enyémet. Ezt így most főzzük jó pár percig. Sóval, borssal ízesítjük. Most már felveszem a vakjat, mert nagyon meleg. És hagyjuk tovább főni. Ha ilyen szépen forr, mehet bele a paradicsompüré. Nagyon szép. Hagyjuk tovább főni. Amíg fő a bolognaink, elkészítjük Paul ebédjét is. Kész. Ha már ilyen szépen lefőtt róla a bor, de azért még jó szaftos, akkor jöhet a víz.
lesz egy ilyen ragunk. Az eredeti recept 3 litert ír, de én elég éhes vagyok. Úgyhogy csak 1 liter töltöttem bele. Csalunk. Ezt szépen felforraljuk, és elpárologtatjuk róla a vizet. Ezzel jól összeérnek majd az ízek. Amíg fő az ételünk, addig elkészítjük az esti fogást, ami nem más, mint falatkák a la curry. Ez egy rendkívül ízletes, paprikás burgonya szirom. Annyira finom. Jó itt vagyok hozzá. Akkor oda tehetjük a vizet a tésztának. Kicsi só, olívaolaj, aztán hagyjuk felforni. Amikor már ilyen jó állapotban van, a végén hozzáadjuk a tejet. Felforrt a tészta vize is. Azt mondják, hogy úgy lehet az adagokat megállapítani, hogy egy marék tészta az egy adag, bár szerintem azért ez marok függő. A balonyaink pedig elkészült. Már csak a tészta van. 10 perc és ehetünk. Egy olyan étel elkészültem, amit garantáltam minden baba szeret. Nagyon egyszerű, egészséges, tápláló, tehát nekik az jó, semmi nem kell hozzá. Ha megfőtt a tészta, leszűrjük, és már tálalhatjuk is. Ízlés szerint reszelhetünk rá sajtot. Annyit még elárulnék, hogy a darabban van még egy fogyókellék, a knicsi. De ha ennek az összetevőit elárulnám, akkor sajnos súlyos megrovásba lenne részem. Jó étvágyat! Ezen a héten indul egy új rovatunk, amelyben az igazgatónk, Galambos Zoltán borzasztó nagy meghatottsággal beszél a Körúti Színház előadásairól, de a most következő anyagba én bele-bele kukkantottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jogos a meghatottsága. Nézzék csak! A múlt heti adásban a Mezitláb a Parkbanról beszéltük, mint a Körúti Színház legrégebb óta és legnagyobb szériát befutott darabjáról. Közvetlenül mögötte ezüstérmes az Én és egy kisöcsém című előadásunk, amit 2006. március 24-én mutattunk be. Itt találunk kereven igazgató urat? A kisasszony süket, azt kérdezte, mit van-e az igazgatója? Nincsen! Udvarias itt a személyzet. Kedves öregem, privát levél hivatalos óra alatt. Na, fiam maga se fog nálam megöregedni. Na, nem mondja. Kicsoda maga? Willy Andersen vagyok, az Andersen Művek dániai igazgatója. Ül! Látjuk, kisasszony, ezért nem szeretem én a női munkaerőt. A történet úgy kezdődött, hogy egy színházi büfében összefutottam Koltai Robival, és ő azt mondta, hogy nemrég rendezte a Színház és Filmművészeti Egyetemen vizsgaelőadásnak az Én és egy kisöcsémet, és hogy én azt mindenképpen nézzem meg, mert ez egy olyan nagyszerű előadás lett, ami az én alakuló, formálódó színházamnak és társulatomnak nagyon nagy erőssége lehetne. Én megnéztem ezt az előadást, és azt láttam, hogy ez valóban egy rendkívül jó produkció, és azt mondtam a Robinak, hogy én műsorra veszem, ugyanezekkel a szereplőkkel, de kössünk egy üzletet, műsorra veszem, ha cserébe ő beáll szerepelni ebbe a darabba. Telefonon jelentik nekem, én meg egy repülőgéppel odaröppenek, és egy csekkel elintézem az illetőt. Az autóbuszuk 18 órakor indul a Fegyverneki térről, az autóbusz állomásról. Legyenek ügyesek! Ácsi! Kelemen bácsi! Azok a fiatalok, akikkel annak idején bemutattuk a darabot, és akkor frissen végeztek az egyetemen, azóta az ország legnagyobb színésztárjai lettek, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi színházunkban is megfordultak. Mi baj ez? Nem kell annyit beszélni a dologról! Jó van, nem fedelek, meg utazom egyet! Ők aztán nagyon gyorsan akkora sztárok lettek, jó értelemben, hogy egyre nehezebb volt őket egyeztetni. És így aztán megindult a szereplő
változtatások végeláthatatlan sorozata, de szerencsére sikerült mindig. Azért egy nagyon magas színvonalat tartanunk a darabban. Megrugom azt a büdös kölyköt. Jaj! És hol a pápa szeme? A Pici azt írta magáról, hogy pápa szemet volt. Tényleg? Ja, és írt még egy olyat, hogy... De ez illetlenség, ezt nem mondhatom el. Miután egyetlen egy videófelvételen sem szerepel, így élőszóban és néhány fényképpel próbálnám felidézni Fila Balást, aki a darab összes férfi szerepét játszotta egészen kiválóan és elévülhetetlen a darab sikerszériájában, és Kis Diana Magdolnát, aki Tompos Kátyát váltotta a női főszerepben, és róla sincs sajnos videófelvételünk. Bocs. És aztán vette át a női főszerepet Placskó Emese, aki a mai napig játsza, vagyis hát most nem játsza, egyrészt mert otthon kismamáskodik, másrészt mert egyáltalán nem játszunk éppen semmit, de hát mire a gyerek akkor lesz, hogy az Emese visszatér, hát addigra biztos feloldják ezt a karantént, és akkor majd játszatjuk tovább vele a darabot. Beszéljen maga! Akkor láttam utoljára! Akkor láttam utoljára! Amikor nagykapitán beszappanozta a borbét. Megborobált. Én azt hittem, nem kellett föl élve abból a székből. Semmi nyom. Három évvel ezelőtt pattant ki az én fejemből, miután azt gondoltam, hogy a film az maradandó, a színház pedig mulandó, hiszen lejátszunk egy előadást 100-szor, 200-szor, 500-szor, aztán levesszük, maradt belőle két rossz minőségű videófelvétel, de hát a film az mégis az ön elegáns dolog, az úgy jó, azt se nézik, de az legalább megmarad. És azt gondoltam, hogy kezdjünk el filmeket készíteni a színdarabjainkból. És így készült három évvel ezelőtt a Spanyolul tudni kell című tévéjáték, mozifilm, mindenki dönts el, amit az adásaink végén nézhetnek meg sorozatként. Ennek a szériának a második darabja volt az Én és a kisöcsém, amiből filmet készítettünk, és ez olyannyira készen van, hogy dobozban áll, és csak a ismét a járvány miatt egyszerűen nem tudjuk hol és hogyan is kinek bemutatni a mozikban. Úgyhogy várunk türelemmel, egyre fogyó türelemmel, mert ugye kész az anyag is kéne, hogy lássák. De így aztán csak most, csak önöknek néhány pici részletet megmutatnánk ebből a filmből. Hát ez alól jól kihúztad meg a gyereket. Én és a kisöcsém fütyülünk a nőkre az itt. Kató! Vas! Te itt darvadoztál egész éjjel? Igen. Amíg te vígan aludtál odafönt. Én? Egész éjszaka egy percre le se húgytam a szemem. A nyomozással hogy állsz? De én rajongója vagyok a női nemnek. Mert mi a nőkérem szeretettel? Egy két lábon jár. Kozmetikai raktár. Egy valami, vagyis pontosan egy valaki képviselte az állandóságot a több mint 150 előadásban,
aki mindegyiken ott volt, sőt nem csak, hogy ott volt, mindegyikben játszott is, sőt nem csak, hogy játszott, hanem hatalmas sikere volt, az Koltai Róbert a darab rendezője. Hát innen szeretném mondani, kedves Robi, hogy mind magam, mind a társulat, mind valamennyi benne játszó, valaha benne játszó szereplő, mind a közönség nevében köszönöm szépen, hogy annak idején rábeszéltél, hogy megnézzem, és rádumáltál, hogy bemutassam ezt a darabot. Felix Kelemen from Hungary, Baby Tápszer Fabrik Direktor. Due Detektívo. Sas és Vas. Beszél magyarul. Sas és Vas. Nem ismerek. Hát akkor ismerkedjenek össze! Nagyon kemény edzések jönnek most. Most kihagytál 3 hetet, most sokkal nehezebb lesz a dolgod. Megértetted? Na jó. Egészségedre. Kicsi sok mézet tettünk bele. Meg nézed? Tessék. Na gyere! Hopp! Gyere! Hopp! Ez az. Kis tempót diktáljuk. Gyere! Hopp! Hova menjünk? Tessék, melyik oldalon akarsz kezdeni? Ezen az oldalon, vagy ezen? Most mindenbe te döntesz. Most 3 hét szünet volt, kipihenhetted magad. Most már nincs mellébeszélés, érted? Jó van. Látod, semmi köze az evés iváshoz. Csak játszani akar, meg szeretni. Borzasztóan közkedvelt Örök érték című rovatunk következik, amelyben most Dorina Buli Buli című számát fogja nekünk versben előadni Lipták Péter és Lehel Kata. Rostás Dorina. Buli Buli Buli. Egész héten gondolkodtam. Mikor ültem az iskolapadban, és 2-est kaptam a matekomra. Jön a szombat, jön az este, jön a jókedv. Hát veled bulizok majd. Ó, bulizok majd a haverokkal. Buli. Buli, buli, jön a buli. Buli szombat este. Jön a szombat este. Gyere! Gyere, 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 gyere! Ne maradj le! Gyere, ne maradj le! Apu eltélt. Anyu ordít. Nem engednek el, csak ha a 2-est egy 3-asra kiavítom. Ó, de kijavítom. Egész héten matekoztam. Gyakoroltam azért, hogy a 2-est, én, hogy a 2-est kijavítsam. És 4-est kaptam. Ó, oh, buli, 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 szombat este. Jön a szombat este. Gyere, 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 ne maradj le. Gyere. Ne maradj le! S most itt vagyok, s veletek bulizok. S most itt vagyok, veletek bulizok. Buli. 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 Jön a buli szombat este. Jön a szombat este. Gyere! Gyere, 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 ne maradj le! Gyere, ne maradj le! Múlt héten indult nem népmese rovatunkban Csikós Attila meséjét
Szekér Gergő adja elő. A történet különlegessége egyébként, hogy Szekér Gergő szájából rengetegszer fog elhangozni a szekér szó, Gergő nélkül, és talán mindannyiunknak így a jobb. Egyszer volt, hol nem volt. Történt, hogy az egyszeri legénynek vidékre, történetesen Badacsonyba kellett utaznia, hogy ránézzen az apja szőlőjére. Nem nagy út ez, különösen szekérrel. Ha a lovak közé csap, megvan az egész pár óra alatt. Különösen, ha nagy és széles szekérpályán hajthat. Szekeres matricával egészen a Balaton csücskéig. Onnan meg csak becsorog a dűlőutakon. Ha meg szekérforgalmi dugóba, úgynevezett szekértáborba kerül, akkor se több egy napnál. Igen ám, de a szekér vezetői engedélyét bevonta az ispán, mert bizony gyorsabban ment ez a kocsi, mint egy átlagos két lovas fogat. Ment az úgy a körúton, mintha hét lovas hintó lenne. Hát jó, megbuharálta otthon a pajtában. Úgy repesztett vele, mint a szél. Hanem most nem mert a törvénnyel játszani és engedély nélkül hajtani egészen Badacsonyig. Megnézte hát a vasúti menetrendet. Talán gyorsabban is leér, mint a fogattal. Lapja? Azt szeretett nagyon vonatozni. Ha csak felül az ember a vonatra, a mozdony mögé, és elpöfög vele a célig. Nincs is semmi dolga vele az embernek. Hát így volt ez legalábbis 100 éve, amikor az apjának az apja először ült gőzmozdonyon. Hát, és így van ez ma is. Nem is változott semmi. A menetidő sem. Mert akkor is 5 óra volt az út a nagy tóig, meg ma is. Legalábbis, ahogyan a menetrendet nézegette, mert ez az ország nem valami izgága ország volt, hanem inkább lassú és komótos. Így a vasútja is lassú és komótos volt. Még a gyors vonat is az volt, hiába volt a vonat szó elé az írva, hogy gyors vagy express. Ugyanúgy zötyögött, zakatolt a 100 éves sineken, mint a sima vicinál is, csak a neve volt úrjasabb. Ha 5 óra, hát 5 óra gondolta, közben legalább megírja a szakdolgozatát. Igen ám, de akkor látta, hogy vágányzár van Székesfehérvárnál. Hát nem tudta, mi az a vágányzár, gondolta valami barikád a sineken, de az biztos volt, hogy onnan a vonat egy megveszekedett métert sem megy tovább. Át kell szállni az összes utazónak, és onnan hatalmas közösségi szekerekkel mennek majd tovább Füredig, ahol aztán vissza lehet majd szállni a vonatra, ami majd szépen elviszi a célig. Na. Igen ám, de ez meg 7 óra lett volna, és az egyszeri legény nem akart ennyit vonatozni, meg szekerezni, meg megint vonatozni a csomagokkal, így aztán alternatív útvonalak és megközelítések után nézett. Ha Veszprémig menne, vonattal onnan szekérrel Szombathelyig, ahonnan visszavonatozna Tapolcára, akkor homokfutóval pikpak beérne Badacsonyba, summa! A másfél nap alatt, vagy. Ajkára menne a vonattal, és onnan átszekerezne Fehérvár felé, akkor viszont nem megint ott lenne, ahonnan csak Füredig indul szekér. Ha viszont a Balaton déli partján vonatozna, mintha Kanizsán vagy Egerszegre menne, akkor Mátra fürdőnél volna egy szekérjárat Keszthely felé, amit csak egy fél napot kéne a csatlakozásra várni, meg egy újabb felett Keszthelyen a hajóra, bárkára, csónakra. Szóval a Keszthelyen csak egy fél napot kellene várni a bricskára, amin átevez Badacsonyig. Így történt, hogy az egyszeri legényből kétszeri lett. Meg háromszori, sőt, négyszeri. Annyiszor nekiveselkedett egy jóféle útitervnek. De végül nem is ment sehová, mert elment a kedve az egésztől. Kivárta inkább, amíg újra lett szekérvezetője, és oda szekerezett, ahová csak akart. Jó éjszakát, gyerekek!
Nagyon sok nézőnk külön köszönte, hogy előálltunk egy igazi, intellektuális műveltségi vetélkedővel. Múlt héten kiderült, hogy Varga Dániel Füzesabonyból hibátlanul játszott, most következzen Kistelek képviseletében Vas Rózsa. És az állandó, a körúti kvízmester Szabó Kristóf. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a kvíz harmadik adásában, és sok szeretettel köszöntöm a mai játékosunkat is, akivel csak hogy lássák a kedves nézők, hogy ez egy komoly műsor, magázódni fogunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretnék kérni egy bemutatkozást a nézők kedvéért. Vasró Dália vagyok, és Kisteleken lakom, itt dolgozom, többek között a művelődési házban is. Az most zárva van, gondolom. Hát igen, most sajnos zárva van az is, meg sok minden más, de reméljük majd minél hamarabb újraindul a rendszer, és tudunk majd nézni jó színházi előadásokat a körúti színház színészei által. Úgy van, most pedig tudunk egy jót játszani. El is mondanám a játékszabályokat, jó? 13 plusz 1 kérdés lesz, mint a Totóban, mindig lesz 3 választási lehetőség, 1-es, 2-es és X. Lesznek segítségek, egyszer le tudja cserélni a kérdéskört, tehát magát a kategóriát, és van Mankó nevű segítség, abból 2 van. Ez azt jelenti, hogy ekkor mondani fogok egy darab szót, ami jó esetben segíteni fog közelebb kerülni a megoldáshoz. A kérdések nehezedni fognak, tehát a könnyebb kérdésekkel kezdjük, és aztán egyre nehezebbek lesznek, de ez gondolom föl fog majd tűnni. Kezdhetjük-e a játékot? Hát kezdjük. Hát mi más tudunk csinálni? Első kérdés, irodalom. Hogy hangzik Thomas Mann kisregényének címe? 1-es Mario és Luigi, 2-es Mario és a varázsgombák, X Mario és a varázsló. X, Mário és a varázsló. Megjelöljük az X-et, és csak ugyan Mário és a varázsló, a másik kettő az egy másik Mário lehet valószínűleg. Super Mário. Super Mário, így van. Második kérdés, földrajz. Melyik megye székhelye nem S-szel kezdődik? 1-es Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2-es Tolna, X Vas. Az első. Szabolcs-Szatmár-Bereg. Miért? Na, Tolna a Szekszárd. Mi volt még? Vas megye Szombathely, Szabolcszat meg Nyíregyháza. Pontosan így van. Tökéletes a válasz. Már 2 találat. Már azt hittem, hogy hülyeséget mondtam. Majd szóval. Harmadik kérdés. Zene. Mikor kell a horvát kertben lenni? 1-es 7:30 után, 2-es 3 körül, X amikor minden virág nyílik. Szombaton este 7:30 után, szóval az első. Ez énekelve hogy hangzik? Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után. Nagyon mikor jó. Az első csillag kigyúl. Tovább már inkább nem. Igen. Próbáltam beszállni, de itt már pont én sem tudom a szöveget. Minden esetre a találat jár. Gratulálok. Suhanunk szépen előre. Negyedik kérdés. Minden nap. A kérdés így szól. Ki nem volt Latinovics Zoltán féltestvére? 1-es Bújtor István, 2-es Frenreis Károly, X Presser Gábor. Presser Gábor. Ő nem volt a te féltestvére. X. X. Megkértek, hogy ne mondjam mindig azt, hogy nos, a helyzet az, hogy, mert a múltkor sokszor mondtam, úgyhogy ezt nem mondom. Ettől még az a helyzet, hogy a válasz helyes. Ugyanis Bújtor István eredetileg Frenreis István volt, és ők édestestvérek Frenreis Károlyjal, és közös az anyukájuk Latinovics Zoltánnal. Tehát jár a negyedik találat is. Ötödik kérdés. Matematika. A témaköröket lehet cserélni, tehát egy csere lehetőség van. Mehet a matek? Az mehet még, remélem. Jó. Itt van a kérdés. Ha egy derékszögű háromszög befogói 3, illetve 4 cm hosszúak, milyen hosszú az átfogó? 1-es. 5 cm, 6 cm, vagy 7 cm? 5 cm. Ez hogy jött ki? Hát A négyzet meg B négyzet egyenlő C négyzet.
Nagyon jó. Ezt hogy hívjuk ezt a tételt? Pitagórasz. Minden jó. Oké, járatlan. Hatodik kérdés. Irodalom. Melyik mű született a 19. században az alábbiak közül? 1-es Ármány és szerelem, 2-es Bűn és bűnhődés, X Mesztelenek és holtak. Jó kérdés. A századokkal soha nem vagyok tisztában, meg az idővel se, az számomra bonyolult. De szerintem az Ármány és szerelem. Van egy olyan, igen. Van Bűn és bűnhődés, és van Mesztelenek és holtak. Mesztelenek és holtak, az szerintem az későbbi. A Ármát. Ugye, Bűn és Mesztelenek, az 1800-as évek, igaz? Azt keressük, így van. A szerzők? A Dostoyevsky, ez biztos a bűnhődés. De akkor nem, akkor ő lehet a 19. századi. A Dostoyevsky. Igen. Az Ármány és szerelem, az kihez köthető? Tudja a felet. Tehát, én nem tudom most így írtelen. Ármány és szerelem. Nem tudom. Azt tudom, hogy a Bűn és bűnhődés az Dostoyevsky, Ármány és szerelem eszembe se jut senki, úgyhogy... Jelöljük meg a Bűn és bűnhődést? Igen, szerintem az a... Tehát így időrend szerint annak kellene lenni. Megjelöljük. A Mesztelenek és holtak az csak ugyan egy újabb regény, a 20. századi, második világháborús. Az Ármány és szerelem az Schiller. Igen, tényleg. De... és az a 18. század vége felé íródott, úgyhogy helyes a Bűn és bűnhődés. Hetedik kérdés. Zene. Jöhet? Igen. Melyik énekesnőt ítélték börtönbüntetésre az 50-es években? 1-es Kovács Apollónia, 2-es Kovács Erzsi, X Kovács Kati. Magyarországon az 50-es években? Hát ez jó kérdés. Kovács Kati, ez biztos éneket. Ugye attól, hogy ő börtönbüntetést kapott, attól utána énekelhetett. Igen, igen. Ezzel nem azt mondom, hogy nem Kovács Kati, csak megjegyzem. De ugye ő a, ugye, hát de ő a Táncdal Fesztiválok idején volt, tehát ez pedig a 60-as évek, tehát gondolom, akkor csak nem ő kapott az 50-es években, de ebben nem vagyok biztos, tehát nem tudom. Hm. Tehát, hogy túl fiatal a Kovács Kati? Most az 50-es években börtönbüntetés. Hát igen, így azt, igen, úgy azt gondolom, hogy ő akkor még maximum olyan 10 pár éves lehetett szerintem. Vagy a 60-as években volt 20, tehát ugye akkor futott be. Akkor ezt így nehezen tudom elképzelni. Ki volt még a másik kettő? Kovács. Ha kizárjuk Kovács Kapit, akkor marad Kovács Apollónia és Kovács Erzs. Van segítség. Igen, ezt akarok. Valami segítséget lehetek kérni. Akkor egy mankót elhasználunk? Igen, igen, mert ez így. Mondom a mankót. Tűzpiros. Na. Na. Nem segített semmit? Ezzel lettem sokkal előrébb. Tűzpiros. Ez egy dalának a címének a fele, ez a tűzpiros. Ennyit tudok még privátim segíteni. Nem tudom, én úgy érzésre azt mondom, hogy Kovács Apollónia lehetett, de ez csak teljesen megérzés. Jelöljük meg? Hát jelöljük. Okosabb úgyse leszek, úgyhogy... Megjelöljük Kovács Apollóniát. Tűzpiros virág. Ez a hát gondoltam, hogy valami virággal volt kapcsolatos. Tűzpiros virág volt minden csókot, kedvesem. Most ezt csak prózában mondtam el. Itt se rémlik? Nem. Hát nem éltem még az 50-es években. Hát ezt azért később is énekeltek. Az történt, hogy ők a szerelmével disszidálni szerettek volna, de ez nem sikerült, lebuktak,
és az énekesnőt börtönre ítélték 4 évre, a szerelmét pedig, aki egy labdarúgó volt, kivégezték. Tehát ez az ő történetük, és akivel ez megtörtént, az Kovács Erzsi. Szegény. Tehát a válasz rossz, úgyhogy van egy hiba pontunk. Ebből sokat ne gyűjtsen azért. Van egy jó és egy rossz hírem, kezdem a rosszal, elfogyott a mai időnk. A jó hír, hogy legközelebb tudjuk folytatni a játékot. A mai játékot köszönöm, a nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! Az Így nem játszunk mi nyereményjátékunk győztese, és ennek a csodálatos pólónak az új tulajdonosa, Viborni Ilona. Gratulálunk! Mai adásunk szinte véget ért, azért mondom, hogy szinte, mert nagyon fontos ez a pici kis nüansz. Köszönjük szépen, akik ezen a héten is velünk tartottak, akik nem, azok bármikor megnézhetik YouTube-on. Mi most elköszönünk. Jövő héten Beleznai Endre és Kara Ivanov Lilla várja önöket. De önök még ne búcsúzzanak, ne menjenek sehova. Következik a Spanyolul tudni kell című tévéjátékunk 3. epizódja. És nem győzöm eleget hangsúlyozni, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A viszontlátásra! Mindenek előtt miért méltóztatott eltitkolni előlünk tiszteletre méltó kilétét? Én nem tudtam, hogy ez ilyen fontos, hogy rögtön dalra fakadnak tőle. Az a mi nemzeti himnuszunk. Ó, igen, igen, akartam is mondani, milyen fülbe mászó. Most pedig feleljen őszintén. Mindannyiunk életéről van szó. Jó, olyan súlyos a helyzet? De még mennyire, asszonyom, elnézést, nincs még egy kis sonka. Majd később. Ha most őszintén felel, egyikünk életesen forog veszélyben. Ja, Istenem, mondja már! Nincs ön kapcsolatban Blanco őrnaggyal? Én semmilyen katonatisztet nem ismerek. És az ügynökei? Én csak az állami biztosító ügynökeivel szoktam találkozni, de egyáltalán ki ez a Blanco őrnagy? Elnök úr, ne csináljak önnek néhány katonát? Katonát, ez az! Blanco őrnagy, a hunta vezetője! Én csak buszvezetőket ismerek. Mondja, nem volt ismerős a nevem magának? Ó, sajnálom, most hallottam először. Esküszik a feszületre? Ez nem az. Mondja, nincsen magánál egy feszület? Feszület? Igen. Nincs. Mindegy. Esküszik a megváltó 7 sebére? Esküszöm. Hát akkor kapaszkodjék meg. Calatrava elnöke voltam. Azóta immár 4 éve Blanco őrnagy és az ügynökei bitorolják a helyemet. De már nem sokáig, és bosszunk kegyetlen lesz. Kik laknak ebben a házban? Én, kegyelmes uram, és Marcsa a fiával, ennyi. És az a fiatal hölgy? Milyen fiatal hölgy? Egy bájos, ifjú hölgy jött ki abból a szobából. Ó, ő egy távoli rokon, és itt készült fel a vizsgáira, de már csomagol, ugye? Ismeri jól? Mint a tenyeremet. El tudja képzelni, hogy akár az az asszony, akár ez az ifjú hölgy kapcsolatban állhat Blanco őrnaggyal és az ügynökeivel? Hogy ő? Maga el tudja képzelni? Én. Mindent. 4 éve vannak sarkunkban azok a gazemberek, ugye? Úgy. 4 éve akarnak minket meggyilkolni, ugye? Úgy. 4 éve a falat alig megy le a torkunkon, ugye? Úgy. 4 éve nincs egy nyugodt éjszakán, 4 éve alig alszunk, ugye? Én speciál, mint a bunda. Nyugodjon meg, kegyelmes uram. Ön is nagyon jól fog aludni itt. De... Mondja, van a házban vészcsengő? Vészcsengő nincs, de vész sincs. Lehet, de nekünk tudnunk kell, hogyha idegen lép a házba. Van egy kolompunk. Jancsika szokott kolompolni. Ha jön valaki... Ezt a vadászoknak szereltük fel, hogy azzal hívjuk őket vacsorára. Igaz is, önök mikor akarnak vadászni? Nem szoktunk. Nem. Nem szokásunk. A feleségem az vadászott. Ó, a kegyelmes asszony! Valami rosszat mondtam? Halott. Bocs. Számomra halott. Most Blanco őrnaggyal tetszik tudni.
Nekünk résen kell lenni. Hamburgban a liftes fiú akart meggyilkolni. Bécsben a virágárus lány. A Gellért szállóban a cipőpucoló fiú. Nem, miniszter úr, csak ki akarta pucolni a cipőnket. Igen. Szegény. Azt mondjam. Nyugodjon meg, kegyelmes uram. Kolompolni fogunk, ha bárki jön. Jancsika boldog lesz. De ha nem vadásznak, mivel fogják eltölteni itt az időt? Nekünk bőven van elfoglaltságunk. Szabadna tudnom, mi az? Várunk. Igen. Serrano ezredest várjuk. Jó Istenem, még egy vendég. Sajnálom, nincs több külön szobám. Nem is kell. Nem, amint megérkezik az ezredes, már is indulunk haza felszabadító seregünk élén. Úristen, egy egész hadsereg, hova teszem őket? 76 katonánk van, és még 18-at. Most szerződtet az ezredes valahol Franciaországban. Hát nem lehet egyszerű dolog. Hát nem is az. Még jó, hogy az utolsó pillanatban sikerült megkaparintanom a kincstár nagyobbik részét. Gondolom, ebből akarják majd fizetni ezt a hadjáratot. Dehogy is. Az invázió minden költségét az amerikaiak fedezik. Igen? De mi? Nekik akartam eladni Calatrava foszforbányáit 99 évre. De Blanco őrnagy eladta a szovjeteknek 101 évre. Nem volt szép tőle. Nem is, de bosszunk kegyetlen lesz. Fővárosunk nagyobbik terén fogunk felnégyelni a gazembert. Azon a téren, amit az ön férjének nagyapjáról, Ernesto Álvarez Mária y Costa Mambrino-ról neveztünk el. Mondja csak, a férje soha nem beszélt a nagyapjáról? Sajnálom, de nem. Kicsit? De dehogy nem. Büszke volt rá. Nagyon. Hát lehetett is. Igen. Nagyszerű ember volt. Igen. Ott állt a tengerparton, a szél fúgta gyér haját, amikor is a nép azt kérdezte, legyen-e hát Calatrava független ország? Mit mondott? Hogy legyen! Micsoda szónok. Az. No, kegyelmes uram. Jaj, ne mondjam már nekem azt, hogy kegyelmes úr. Hát én itt privát vagyok. Mondja csak egyszerűen azt, hogy Espartero úr. Espartero úr. Ja, nem is. Diego. Ó, Istenem, ez annyira kedves öntől. Leköten ehhez igazán. Büszkévé tesz, hogy egy ilyen hölgyet lekötelezhet. Annyira kedves igazán. Hát ez csak a vízfénye az ön kedvességének, asszonyom. Ne mondja nekem, asszonyom. Ne mondja nekem csak, hogy Viola. Kérése elbizakodottál. Hát akkor teljesítse, kérem. Boldogan. Viola. Diego. Piacsino! A macsa! Összesre tetszett, Bakóni? Nem megyek. Hogy is nem? Én segítek. Ezt berakjuk ide. Na, ezt is ide. Piszkálja a holmimat. Van. Hé, leveri a műszem pillámat. Jó van, az egyik még megvan, az pont elég lesz. Magának a két szemöldöke közé. Ha nem, majd én is tépegetem, mint egy... Mint egy mi? Majdnem kimondtam. Mondja csak, de akkor én is. Jó van, pakoljon, mert takarítanom kell. Na! Megmondom! Asszonyom! Mi az a zaj? Mi ez? Nem megy. Úgyhogy nem megy, megbeszéltük. Hát mit tudom én, mégsem megy. Takarítani se, hagyd meg olyanokat mondod. Tehát most van valami baj az én szemöldökömmel. Nem tudom, nem látok szemüveg nélkül. De menjen ki a konyhába és csinálja meg a töltött csirkét. Jó sok krumplipürével. Margó, kérem, nyissa ki. Beszélnünk kell. Ne hozzon ilyen helyzetbe a vendégeim előtt. Nem tetszik rám haragudni? Én nem haragszom magára, de megbeszéltük, hogy elmegy. Margó, szükségem van a szobájára!
De én még nem akarok hazautazni. De megbeszéltük. Nem megbeszéltük, hanem kitetszett dolgok. Én nem dobtam ki magát. Én úgy beszéltem magával, mintha a saját lányom lenne. És én úgy, mint az én drága édesanyám. Sajnálom a mamáját, hogy ilyen lánya van. Ne tessék engem kidobni, Viola néni. Megvan. Hát én segítek mindenben. Maga? Persze. Marcsával ketten nem is bírnának három ilyen nagyon gazdag ember. De most mi történt, hogy így megváltozott? Milyen szép nagy birtok. Valami azt csúgja, hogy maradnom kell. Oh, ho, ho, ho. Nem mutatna be minket az ifjú hölgynek. Már hogy neki? De hát persze. Diego Espartero úr és a fia Pablo Espartero. Mély hódolatom, kisasszony. Buta, vita, buta. Ezt nem kell most. Rokon a hölgy? Egy távoli ismerős, igen. Szívesen megcsöcsörészném. Pablo. Mit mondott a fiúk, amikor rám nézett? Hogy szívesen meg csöverészne magával. Jaj, de szomorúnak látszik. Majd én megvigasztalom. Érted, hogy? Mit mond? Úgy maga szép, mint egy reneszánsz füstmény. Ajaj, ez ilyen intelligens? Sajnos. Foglaljanak helyet. Köszönjük szépen. Bocsánat, mikor eszünk? Úgy fél kettő táján lesz az ebéd, megfelel? Nagyszerű lesz. Nem rossz hely az édesapám. Ó, nagyon jól fogják itt érezni magukat. És akkor milyen jó lenne az a jóseggű ott. A fiam azt sajnálja, hogy ez a jóseggű... Mi? Hogy ez a bájos ifjú hölgy itt hagy minket. Mondja meg neki, hogy maradjon. Hadd velem. Hogy képzeli? Margó nem olyan lány. Ezek most rólam beszélnek? Igen. Azt kérdezik, mikor indul? Már megyek is. Megkaphatja a szobámat. Én szívesen elalszom apámmal is. Na látja, ez mindjárt más. Margó! Igen? Nem bánom, maradhat két napig. Köszönöm szépen. Úgy meggondolta magát, mégis maradt pár napig. Mondja meg neki, hogy nagy örömünkre szolgál. Két nap és meg lesz. Azaz, lehet, hogy csak egy. Megköszönném, hogyha tolmácsolna közöttünk. Nagyon szívesen. De azt nem köszönöd meg. Mi? Semmi. Töltött csirke. Mi más? Töltött csirke. Persze, rósa ebli, az se jó. Burgonya pürék ő nekik. Én nem jó a rósa ebli, mert az egyszerűbb. Persze, pattanj, Marcsa. Pucod, Marcsa. Újja van meg, vamos, Marcsa. Mit mondtál te az anyád, úristen? Itt minden munka csak rám vár, fát vágni is én megyek. Kellene már itt egy férfi, ki engem majd végre szeret. Volt egyszer itt egy szép erdész, azt hittem lesz majd csodát. Éjszaka hiába vártam, ő este a szarvasbikát. Ki lenne az, aki csak engem szeret, ki nem lát bennem hibát? Nem elvtárs, akibe súgót keres, ki rám néz és mindig imád. Hős férfi, gyere azonnal, én nem várom ki a telet. Mindegy, csak végre jöjjön, ki engem majd végre szeret. Átjött a pista szalunkról, főztem is jó vacsorát. Megette, s köszönte szépen, s azonnal állt is tovább. Ki lenne az, aki csak engem szeret, ki nem lát bennem hibát? Nem elvtárs, akibe súgót keres, ki rám néz és mindig imád. Nem! Így! Rangod! Elmész! Ah!
reggelt, szép kisasszony! Ám a Flicsek úr! Nézd csak! Ezt tegyed! Ez pont olyan nyom, mint te! Ezt egyem meg! Engem ölelges! Bár téged csókolhatnálak! Engem csókolj! Amikor megvajazom ezt a kiflit, az olyan lesz, mintha magát simogatnám. Nem érted? Nem értem. Egy kis malac röf-röf-röf, trombitája töf-töf-töf. Milyen szép nyelv a maguké. Á, jó reggelt, kedveseim. Mi történt? Maflicsek úr szerelmes. Magába? Nem, abba a kiflibe. Kérem, mondja meg neki, hogy amikor meglátom, az olyan, mintha egy virágos mezőt látnék. Mit mond? Hogy nagyon szereti a virágokat. De engem szeressen. Aki a virágokat szereti, ugye? És hogy a mező közepén ott egy gyönyörű rózsa. A rózsa a kedvence. Hát ez tök hülye. A rózsa persze ő! Álmaim tárgya. De nagyon szívesen trágyázna egyszer magával. Na jó van, most már tűnjön innen, mert bepipulok! Most mit mondtam? Semmi baj, menjen innen, majd én beszélek vele! Köszönöm! Ne is álmodj róla, nagyfiú! Megmondtam neki, hogy ha nem lesz szórakoztatóbb, ne is álmodjon magáról!